Tavasszal elegendő csapadék hullott, azóta viszont minden hónap elmaradt a sok éves átlagtól. Ezt mondja a több mint 40 éve meteorológiai statisztikákat készítő Kővári László. A mezőgazdás szerint ennek ellenére sem mondható száraznak 2019, ugyanis amikor esett, akkor a szokásosnál több csapadékhoz jutottak a növények. Nem csak a csapadék eloszlása volt szokatlan idén, hanem az átlag hőmérséklet is hónapról hónapra magasabb volt, mint a korábbi években. Nem rossz a mezőgazdaság teljesítménye, én úgy gondolom. Akár a búzát nézem gyakorlatilag, akár a kukoricát, amely ugyan még nem értünk a végére a betakarításnak, de 9 tonna feletti lesz biztos a megyei átlag, legalábbis a satszolásom szerint és a látvány szerint. És ha már nemrégen elvetett, szántóföldi növények csírázásának is kifejezetten jót tett az enyhe október és az azt megelőző időszak. Nagyon szépen ki tudtak kelni a repcék, mert augusztus-szeptemberben azért itt Szekszárd környékén volt csapadék, tehát szép állományt mutatnak. Az őszi kalászosok is ugye hát a földben vannak, ebből a korai vetések után, a repce után azok nagyon szépek, sűrűek és szépen zöldelnek. Későbbi elővetemények után pedig most hál' Isten ezzel az elmúlt napokban esett 40-50 mm csapadékkal nagyon szépen kellő félben vannak. November eddigi napjaiban pedig a szokásosnál több csapadék hullott, ami kedvezett a növényeknek. Ugyanilyen hatása van az őszies hőmérsékletnek is. A gazdák most abban bíznak, hogy télen elegendő hullik majd, hogy a talajok tavaszra elég nedvességet tudjanak felszívni.